Hivatalosan is elkezdődött a kampánya a veszprémi időközi választáson. A jelöltek megkezdték az ajánlások gyűjtését. Két hét alatt kell 500 támogató aláírást összeszedniük, ha indulni akarnak az időközi választáson. Ezt eddig 16 szervezet jelezte. A választás tétje, hogy marad-e a Fidesz-KDNP kétharmada a parlamentben. Semmi sem utal a közelgő választásra Veszprémben, sehol egy plakát, egy szórólap. Még a városbeliek közül sem tudja mindenki, hogy időközi választás lesz február 22-én. Tudja, hogy február 22-én mi lesz ebben a városban? Február 22-én? Hát nem, megmondom. Ez egy vasárnapi nap. Nem tudom. Nem foglalkozom vele. Veszprémben azért kell időközi választást tartani, mert Navracsics Tibort, a térség korábbi fideszes országgyűlési képviselőjét uniós biztossá nevezték ki, ezért lemondott országgyűlési mandátumáról. Ezen a szavazáson múlik, hogy a Fidesz-KDNP-nek marad-e a kétharmada a parlamentben, vagy sem. Az nagy változás történhet, ha olyan képviselőt választanak meg, aki elősegíti azt, hogy a kétharmad az megszűnjön. A Nemzeti Választási Bizottság eddig 16 pártot vett nyilvántartásba. Ennél azonban több induló is lehet, mert a függetleneknek nem kell előzetesen regisztrálniuk. Független jelölt lehet Simicska Lajos, a közgép tulajdonosa is. A Népszava számolt be arról korábban, hogy a milliárdos vállalkozót veszprémi barátai kérték fel az indulásra. Ezt akkor a közgép szóvivője is megerősítette híradónknak. Simicska Lajost veszprémi barátai valóban felkérték arra, hogy induljon el a veszprémi időközi választáson, és ő komolyan gondolkodik rajta. Ennél biztosabbat ma sem tudtunk meg, hiába kerestük a szóvivőt. A Fidesz a város alpolgármesterét indítja. Némedi Lajos a polgármesterrel együtt múlt pénteken jelentette be, hogy a kormány egyik utolsó tavalyi döntésével 800 millió forintot adott a városnak. Az összeget arra költik, amire a veszprémiek szeretnék. Az ellenzék megosztott, az MSZP-nek ugyan lett volna saját jelöltje, de bejelentették, hogy Kéz Zoltán független jelöltet támogatják. Akár csak a Demokratikus Koalíció, az Együtt és a Párbeszéd Magyarországért. Az LMP színeiben viszont Gerstmár Ferenc indul. A Jobbik jelöltje Varga Dam Andrea. Köszönöm szépen! A jelöltek ma kezdhették el gyűjteni az ajánlásokat. Már nem ajánlószelvényeket kell összeszedniük, hanem ilyen ajánlóíveken kell megszerezniük az induláshoz szükséges 500 aláírást. Erre két hetük van. Január 19-én délután 4 óráig lehet bejelenteni a jelölteket a Választási Bizottságnál.